Műsorunk partnere a Da Vinci Exkluzív Magánklinika. Mindenki egészségére. Műsorunk támogatója a Rolataszt. Az egy darabra vetített optimális gyártásköltség a cél. Műsorunk együttműködő partnere a Taográf Control Kft. Legyet egy csapásra! Mondhatnánk ezt is a Mercarius Rally egy bajnokság 5. futamára, hisz két olyan város szurkolóit szórakoztatta a mezőny, no meg a sok ezer odalátogató Komállóst, ahol nem először fordulnak elő az évtizedek során. Éppen ezért idén a Székesfehérvár Veszprém Rally elnevezés mellett a kevéjébb kupáért szálltak harcba a pilóták. A verseny sztárjai egyértelműen Bútor Róbert és Tagai Róbert voltak. Bár ezt a jelzőt a végtelenül szerény srácok kapásból utasítják vissza. A fegyverükre viszont annál büszkébbek, amely egy Citroen C3 VRC-ben testesül meg. Nagyon sok szurkoló szeretne legalább Bútor Robi fegyverhordozója lenni. Azt mondtam, hogy teljesen tökéletesen sikerült. A harmadik gyorsan volt egy jobb hátsó defektünk, de hál' Istennek az utolsó 2 kilométeren csak úgy, hogy szépen kimentünk vele. Attól függetlenül nagyon jó volt végig az autó. Próbálom elhinni, hogy lehet vele menni. Persze azért még messze vagyunk a maximumtól, de még korai is lenne kiautózni. Azért ez egy fegyver és egy nagyon drága fegyver, úgyhogy szépen be kell ezt osztani. Lépésről lépésre próbálunk gyorsulni. Még nincs rizikó benne, tehát még egyetlen egy kaland sem volt. Eddig minden nagyon szépen összejött. Holnap is ezt szeretnénk folytatni, és majd a következő Murva versenyen majd ráteszünk egy lapáttal még. Hát nagyon jó érzés. Ugye mind a két teszten ezt mondtam, hogy ez a legjobb érzés, hogy ennyien kíváncsiak ránk, ennyien eljönnek miattunk. A pályán is nagyon érezni ezt, még etapon is. Rengetegen elmennek mellettünk utcai autóval, vagy mi mellettük, és kihajolnak az ablakon, integetnek. Tényleg ilyen 2001-2002-es feeling van egyébként, úgy az egész attitűd, ami körülvesz minket, az most visszaugrott egy 20 évet az időben, úgyhogy nagyon-nagyon jó dolog. Nagy Attila és Csomós Mixi sem lövöldözni ment saját fegyverével a nagy lőtérre, inkább repkedtek. És azt sem egy harci helikopterrel, hanem egy Skoda Fabia R5-tel. Ez olyannyira sikerült, hogy majd elszállt a navigátor, de csak örömében, mert több mint fél perccel vezettek a nap végén. Azt gondolom, hogy ez egy olyan élményekkel teli nap volt, hogy ez a nagy lőtér életem gyorságia szerintem, annyira élveztük. Ott is középen önvönt a hullámvasút, mert így mentünk, folyamatosan repkedtünk, azt sem tudtam, hogy mikor érünk le. Szerintem nem tudom, hány másodperceket repültünk, nagyon jó volt. De hát persze itt a meccsekre után próbáltuk egy kicsit mentálisan összeszedni magunkat. Úgy tűnik, hogy sikerült, de nyilván ebből a négy gyorságjúval azért messze menő következtetéseket még nem szabad levonni. Hosszú a holnapi nap is, azok ismeretlenebbek. Igazából 17-ben mentünk rajta utoljára kis autóval. Ezeken ugye mentünk tavaly évvégén a Mikulásra, úgyhogy kicsit ennek tulajdonítható az egész, de hát valami jó. Mindig az első autó takarít, most tulajdonképpen második helyről fogunk azt hiszem rajtolni ugye a Bútor Robi mögött. 36 másodperc előnyünk van a Bandival szemben. Nem tudom, tényleg nem tudom megítélni, hogy ezen a három gyorságén hogy fogunk letalálni, főleg így, hogy mit takarítunk, de alapvetően ugye a Bandi meg egyel van mögöttünk, tehát azért igazából neki majdhogy nem ugyanolyan lesz a gyorsági, mint amilyen nekünk. Aztán meglátjuk, hogy mi kerekedik ki a nap végére, de szerintem a második kört egy picit majd jobban meg lehet húzni. Hadik András nem nyomta saját bevallása szerint padlóig, és alapvetően elégedett volt a második helyjel. Bár a regnáló bajnokot ismerve, vasárnap biztos, hogy Csomós Mixiék után ered. Van egy kis rátartásunk, tehát nem megyünk annyira padlón, amennyire lehetne, vagy amennyire kéne, de nem baj, alapvetően szerintem ez így jó. Úgyhogy meglátjuk, túl vagyunk, hogy az első napon, másodikak vagyunk. Holnap azért szerintem egy kicsit majd megpróbálunk gyorsabban közlekedni, de alapvetően minden rendben van.
attól függetlenül, hogy egy kicsit nedves volt, meg csúszósabb volt az első kör, nem volt vele semmi probléma. A második körben egyértelműen nagyobb volt a tapadás, talán egy kicsit határozottabban lehetett autózni, de alapvetően jó volt mind a kettő. A szomszédban lakó Klaus Kristóf gyerekkorát nem a lőtereken töltötte, mert akkor még jobban ismerné a körülményeket. A pápai pilóta idén egy Skodával támadott, mert tavaly a nagylőtér ledobta a Fordját a hátáról. Most csak az egyik gumit a felnyiről. Amit szerettem volna, az első kört kicsit lassabban kezdtük, sárhoz nehezebben alkalmazkodtunk, de itt a második körben már mondhatni azt, hogy olyan tempót tudtunk menni, amit úgy szerettünk volna. Néha nem tudtam letapon stage módot kapcsolni, valami a közép panelen egy kicsit makacskodott, illetve kaptunk egy defektet a nagylőtéren, amit igazából annyira nem éreztem, csak olyan érdekes volt az autó. És valószínűleg egyébként a gyors közepe fele kaphattuk, de az a baj, azért mondom csak feltételezve, mert nem nagyon éreztem. Csak az, hogy valami nem olyan. És akkor a stopba mondták, hogy igazából leszakadt a gumi, és nem lassú defekt volt, hanem szétnyílt az abroncs. Turán Frici alaposan kiszolgálta a nézőket, na meg rájuk is ijesztett. Mindkettő maradandó élmény volt, de a Volkswagen Polo pilótája ellentmondás nem tűrűen közlekedett, sokak legnagyobb örömére. És talán még Jósnak is beállhatna, de ő továbbra is inkább versenyezne. A bal első féltengely eltört, megszűnt a hajtásunk, az első hajtás, és emiatt le is csúsztunk az útról, lecsúsztunk a nézők közé. Szerencsénk volt, mert elég szűk helyen volt, és elég kritikus volt a történet, de talán most egy kis szerencsénk is volt. Nyilván nagyon sok időt vesztettünk, elsőről visszacsúsztunk az ötödik helyre, de legalább tudjuk folytatni, úgy néz ki, hogy már összefelé megy az autó, úgyhogy kész leszünk a napvégi szervizben, és remélhetőleg egy tökéletes autóval tudunk elrajtolni holnap. A mixivel jókat vívtunk egyébként az első körben, azért sokat tudtam neki adni, a másodikba elesett egy pár titkot szerintem, de a viccet félretéve nagyon jól ment, talán ő volt az egyedüli, aki közel volt a nagylőtérem. Nem számolgatok. Én szeretnék menni a saját tempomba. Nyilván nem akarunk óriás kockázatot vállalni, szeretnénk ezt a versenyt befejezni. De holnap nehéz nap lesz, ugye még várható eső, még egymillió dolog változhat, úgyhogy nem tudom. A cél az, hogy célba érjünk, nyilván minél előrébb, ez nem kérdés. Még a többiek is történhet valami, 3 vagy 6 nehéz gyorsági lesz, ugye 3 gyorsági lesz 2-szer. Itt gumitaktika és időjárás is még nagyon sok minden megváltoztathat mindent, úgyhogy azt gondolom, hogy kell a szerencse is, meg kell a tempónk is, de a szerencsénk az nem volt olyan nagy, de a tempónk az nagyon jó volt egész nap. Bodolai Lászlónak éppen hol lennének a többiek lőtávolban, mint a nagylőtéren. Igaz, ez inkább egy számháború, másodpercekben számolva. De ha éppen kicsit elvítik a távolságot, ne csodálkozzanak, hogy ideig nem látnak a távolba. Nagyon élvezzük, nagyon jókat jövünk rajta szerintem, de még benne van egy kis biztonsági is azért, de szerintem már jóval közelebb vagyunk az elejéhez, az élmezőnyhöz, nem kapunk annyi másodpercet, úgyhogy még lőtávolban van simán az 5.-4. hely is, úgyhogy holnap még egy nagyon hosszú nap lesz, jó a rajtpozíciónk, és így az első körben oda kell figyelnünk. Talán ott tudunk rajtuk hozni elég sok másodpercet, úgyhogy nagyon-nagyon fel szeretnék lépkedni legalább az 5. helyig. Hát be volt írva, hogy sáros az a kanyar, de már valamiért a féktávja is sáros volt. Azt nem gondoltuk, és egyszerűen nem akart lassulni az autót, úgy gyorsan mentem oda, úgyhogy picit ott a bokrokra felúsztunk, hál' Istennek nem volt ott fa, meg nem fulladt le az autó, csak utána koszos lett a szélvédő, és egy 3-400 méteren keresztül nem láttunk, úgyhogy ott bent maradt egy jó pár másodperc, meg utána már azért mentünk egy biztonságit, hogy ne legyen több rumli benne. De élveztük igazából, a nagylőtér az fantasztikus gyorsági szerintem itt ezen a versenyen, illetve a bajnokságban is, úgyhogy nyomjuk tovább, holnap még azért vannak kedvenc pályák, úgyhogy meglátjuk. Hofer Zsolt egyszerre érezte a Ford Rally 3-ban, milyen a 2 kerék meg a 4 kerék között a különbség. Persze nem direkt, hisz nem akartak ők dupla defektet kapni, viszont segített az összkerékhajtás, mert másodpercekben elszenvedett veszteségekkel ugyan, de így is kijöttek egy lőtérről. Igazándiból az első gyorsan kaptunk egy dupla defektet, hogy inkább szereztem sajnos, úgyhogy az első 2 keréken defektünk lett,
egy bizakodó volt, hogy van nálunk két kerék, ugye a sárban nem bírtuk volna megemelni az autót, úgyhogy nem álltunk meg, hanem kigurultunk, a Sauer Gergő jött mögöttünk, és nem figyeltünk rá, hogy ha utolér, akkor ne tartson fel. Szerencsére nem is ért utol, egy ilyen nagyjából 5 kilométert jöttünk dupla defekttel. Hát megdolgoztatott rendesen, hogy őszinte legyek. Úgyhogy onnantól az abszolút utolsó helyről kezdtünk el felzárkózni, aztán most igazániból minden gyorsan tudtunk javítani magunkhoz képest, megtaláltuk azokat a tempósabb részeket, ahol tudunk gyorsabban menni, ez még mindig nem az, amit mondjuk egy rally 3-mal lehet menni, de most már úgy a Murván ismerkedem az összkerekes autóval jobban. És itt a végén pedig, mivel rengeteg néző van, azt beszéltük meg a navigátorommal, Kristoffal egy live-ba bejelentkeztünk, és akkor elküldtem 3-as ALS-sel a kocsit, úgyhogy mi le lett táncoltatva. Jól éreztük magunkat, meg azt láttuk, hogy a nézőknek is tetszik, és ugye ezért csináljuk ezt az autósportot, hogy a nézőknek is tetszen, és ha már ennyien kijöttek ide Székesfehérvárra, akkor gondoltuk, hogy megmozgatjuk egy kicsit a Rally 3-at. Nézői szempontból azt gondolom sokkal jobb lenne, ha száraz lenne. Annyi csapadékot már kapott, amennyi egyébként, ami miatt talán nem porzik annyira. Viszont elsőben is jó lehet ezeken a gyorsokon autózni, az erdei részeken, a mély részeken lehet, hogy egy picit nehezebb lesz kezelni, de ezek a gyorsok nagyon jók, úgyhogy én nagyon várom, főleg a nagy, hosszú 20 km-es gyorsági szakaszt. Műsorunk támogatója a Rolataszt, ha az egy darabra vetített optimális gyártásköltség a cél. Műsorunk partnere a DaVinci Exkluzív Magánklinika. Mindenki egészségére. Műsorunk együttműködő partnere a Tahográf Control Kft. Vasárnapra szinte megduplázódtak a feladatok a csapatok számára a Székesfehérvár Veszprém Rallynak EVIP kupáért. Egyrészt mindenki átrakta a bázisát az egyik aréna mellől a másikhoz, a foci stadiontól a kézilabda csarnokig vándoroltak a szervíz csapatok, míg a versenyzők számára három kőkemény gyorsaságit kellett kétszer teljesíteni, most már bónuszpontokért is. Fockó Ákos most már tudja, hogy az összkerekes Mitsubishi sokat tud a Murván, de még többet tudna 6 kerékkel. Ebből most csak 5 volt az egyszem pótkerékkel, és ez bizony kevésnek bizonyult. De így is élvezte első murvás futamát ezzel az ORC-s autóval. Igen, kaptunk mi is egy dupla defektet a jobb oldalon, a pálya közepénél egy ilyen egyenes szűk részen volt valami nagyobb kő, egyébként én nem láttam, csak éreztem az ütődést. És akkor gondoltam, de valószínűleg ez volt az. És a kormányommal lehetett érezni, hogy ez bizony defekt. Az első kerék az úgy jöttünk le, hogy ez teljesen oda lett, a hátuljában meg még úgy volt, elkezdtük fújni. Egy bárig sikerült, aztán etapon szét is hullott, úgyhogy egy pótkerék volt nálunk, szóval nem tudtuk volna abszolválni, tehát nem olyan lehet vele közlekedni, ilyen felnén, meg tönkre megy az autó. Nem volt feltétlenül hibamentes, itt a kislőtéren már úgy egész bátrabban próbáltam ráborogatni a kanyarokra, hogy kétszer lecsúsztunk, azt hiszem, kétszer max. 3-szor. De semmi vészes nem volt, tehát ahogy lejöttünk, már jöttünk is vissza, nem volt semmilyen akadály az úton, úgyhogy minden összegezve nagyon élvezetes, mert jó vele menni. És úgy jöttünk el, hogy egyrészt kicsit látva az ellenfeleket, hogy azért van esélyünk, és fel tudnánk jönni mondjuk évvégén valahova, így ezzel a Super Rally szabályokat majd jobban átnézem, hogy egyébként pontban hogy tudjuk ezt most megcsinálni. De mindenek előtt alapból úgy jöttünk ide, hogy nincsen semmi, így most még inkább, de különben, ha már itt vagyunk, egyébként is nyomjuk neki, meg mivel ez az első murvás versenyünk ezzel az autóval, mindenképpen kell gyakorolni. Szolnár Csaba nagyon élvezte a verseny elejét, mert vezették a kategóriát is, aztán az elsőből az utolsó páros lettek János Ákossal, mert egy táncra kérték fel a Peugeot. A pörgés sokba került másodpercekben, és ha ez nem volt elég, még egy defekt is jött a tetejében. A tegnapi napunk gyakorlatilag a kislőtér jobban sikerült az első körben. Áprólatát talán egy kicsit elsporoltó, de a kislőtér az jó volt. Annyira jól sikerült a két gyorsaság egy összességében, hogy a kategóriavezetést átvettük. Tehát nagyon jól bekezdtünk ezen a versenyen a szombati napon. Majd a következő körben a kislőtéren történt egy kis pici megforgásunk, ami megpecsételte a sorsunkat, nagyon sokat bent hagytunk. Ez megfejelte még egy jobb első defekt is, tehát gyakorlatilag visszacsúsztunk a kategória utolsó helyére. Aztán nem adtuk fel, a szombati napot így zártuk, majd a mai nap már azt gondolom jól bekezdtünk, és a három gyorsaságot az első körben azt nagyon jól abszolváltuk, én azt gondolom.
Hodik András és Kertész Krisztián nagyon ráijesztettek az értük és a sportágért szurkolókra. 2 kilométerrel a cél előtt az abszolút második helyen száguldó regnáló bajnokpáros egy tempós, balkettes részen kisodródott és a fenyőfák közé csúszott. A Power Stage pontokért hajtó kettős megúszta a balesetet kisebb zúzódásokkal, ami azonban az autóról nem mondható el. Jobbulást a fiúknak! Csomós Mixi és Nagy Attila ne fogadjon nagy tételben magukra, hisz vesztettek volna. Így megnyertek. Az előzetesen 3.-5. hely környékére becsült helyezésükből meglehetősen magabiztos győzelem született, méghozzá Murván. Nagyon furcsa érzés, nem gondoltuk azért az elején, mint beszéltük is ezen a közönség találkozón, hogy a realitás talaján maradva itt a 3.-5. hely lett volna szerintem nekünk a reális, de valahogy nem tudom, már elmondtam többször, és nem tudom honnan, de előhúztunk egy olyan dolgot itt év eleje óta, vagy év közepe fele, hogy egyszerűen tényleg gyorsak voltunk most, és néztem régebbi időket, régebbi Veszprém rallis időket, és ahhoz képest is gyorsan mentünk, látszódott az egész hétvégünkön, nagyon sok szakasz nyertünk végig, ha lecsúsztunk is a szakasz győzelemre, akkor második-harmadikok voltunk, nem tudom, hogy vagy miért, de nagyon jó az autó, nagyon jó a csapat, egyszerűen hihetetlen, hogy ennyire felfelé megyünk most, 2-szer nyertünk már az éven, ezt így kimondani is elég nehéz azért, vagy elég durva. Turán Frigyes és Bagaméri László, ha tornában indultak volna, akkor minden ugrásuk 10 pontos a szurkolók szerint. De raliban neveztek, itt viszont még többet szereztek, mert végre dobogón végeztek, méghozzá a 2. fokán. Klaus Kristóf és Csányi Botond végig az élmezőnyben autóztak, és ott is fejezték be egyik kedvenc versenyüket. Tavaly a nagylőtéren elszálltak, idén is repültek, de most egyenesen a dobogó 3. fokára repítették a Skoda Fábiát. 2. helyre is volt esélyünk a nap elején, de sajnos, mivel ezt az árt mintázatú abroncsot tudtuk csak használni, ezért szerintem elég nagy hátrányba kerültünk a saras részeken. Utána a 3. hely lett a cél, a 4. próbáltuk megtartani, és végül sikerült visszakapaszkodni a dobogóra. Kicsit sajnálom, hogy így, hogy Andrásék balesetet szenvedtek, de a versenynek a célban van vége is, és igazából elértük a dobogót. Hol és Sasától a szurkolók mindig a sót várják Murván. Megkapták, Sasáig pedig az abszolút 5. helyet járó pontokat. Nagyon szeretem, nagyon vártam, hogy a célunk az 1. 5-be legyünk. Végül a 6.-ék megadták ezt, szerencsére jól van az Andis, úgyhogy most már aztán tudok örülni annak, hogy 5. lettem, mert mindenkinek benne van a hibázási lehetőség. Nagyon szeretem a Murvát, kaotikus volt, hogy abszolút 3. időt mentünk, volt, hogy abszolút 7. nem találtuk a beállítást. A teszten becsaptuk nagyon magunkat, azt hittem, hogy nagyon jó beállítással jöttünk ide, de nem, folyamatosan kellett állítani. Deák Attilát, Bodolai László navigátorát az élmények fogták meg elsősorban. Szerinte nincs élvezhetőbb a Murva versenyzésnél. Nagyon elégedettek voltunk. Én úgy érzem, hogy mostanra sikerült tényleg beleéleszkednünk, mert Lacinak az elmúlt pár évben jó pár Murva kimaradt. Úgyhogy ha jövő héten lenne Veszprém Rally, biztos, hogy jobban tudnánk menni. Mindig azt mondom, hogy egy Murva fölér 10 aszfalt a belülről élménybe. A tegnapi nap jobb volt, az egy ilyen repülőnk, kanyarodunk, az tényleg élvezhető, bár azt szerintem jobban tépi az autót. A mai nap az technikásabb volt. Tóth Tibor szerint a teszt a lelke mindennek. Akkor lehet önmagukhoz képest gyorsan és biztonságosan versenyezni. Azt már ugye most megtanultuk, hogy ezzel az autóval csak úgy lehet, mert előtte tesztelünk. Tehát én csináltunk egy privát tesztet is, ott is mentünk nagyon sokat, meg én elmentem a hivatalos tesztre is, hogy pont a verseny előtt még mozogjunk, mert kell. Tehát anélkül, hogy nincs teszt, nem tudsz gyorsan menni, még olyan gyorsan sem, mint ahogy mi közlekedünk. Nem a csúcs kategória vagy tempó, de azért én magunkhoz képest úgy gondolom, hogy most is gyorsultunk. Bútor Róbert szokás szerint leadta menetlevelét az utolsó gyorsasági után, de nem ezért lett ORC abszolút futamgyőztes Rafael Tamás. Meglepően jól tartotta magát Murván a hátsó kerekes Porsche, és megérdemelten nyert több összkerekes vetélytárs ellenében. Tehát igazán az egész hétvégén tökéletes volt, az autó nagyon jól működött, szerencsénk is volt nyilván, hogy kategóriatársaknak is voltak kisebb-nagyobb problémái, de hát ez a sport, ez ilyen. Most mondhatnám, hogy 3 éve szívunk folyamatosan, most ez kiadta, van ilyen. Ez a kocsi is már elég régóta épül, viszont most arra így kész lett, egy kicsit azért kapkodós volt a vége, de egész jól, tehát végül is amit gondoltunk, azt tudja. Tehát, hogy nyilván mi oda a BMW-k közé szerettük volna egy kicsit, azt tudja, tehát az mintha egy kicsit gyorsabb is volna, de azt tudja, úgyhogy hát ez, hogy az ORC-be ilyen elől végeztünk, ez végül is azért szerencse.
Fockó Ákos, amit lehetett, vasárnap a szuperrealizásból kihozott. Szerzett tapasztalatokat, no meg pontokat is. Sauer Gergő szerint férfiasak voltak a pályák, szerintünk meg a teljesítményük Kerék Istvánnal. Szoros csatában, de ők nyerték az URB 2VD kategóriát. Mélyen férfias, keményen férfias, de összességében jó, de férfias. Önmagában a pályák is emberpróbálóak voltak, meg az ellenfelek is. Az agyvalonyak nagyon gratulálok. Főleg mindenkinek egyébként, aki célba ért, de még annak is, aki csak egy ideig jött, de kiemelte neki nagyon. Öreg ember, nem vérember, tényleg, kemény volt. Zagyva Lajos okozta talán az egyik meglepetést. A helyi pilóta a szívó motoros Peugeot-val majdnem megszív, szóval viccelte a mezőnyt, Sauer mögött a második helyen végzett a szalon állapotú R2-essel. Rendkívül örülök neki, és én is gratulálok nekik, nem csak neki, mert nyilván ő lett az első, úgyhogy ő érdemli meg most első körben. Viszont az egész Rally 4-es csapat szenzációsan működött, nagyon jól mentek. Nagyon örülök, hogy egy R2-es autóval tudtuk velük tartani a lépést. Nehéz volt, ezt hozzá kell tennem. Tehát erre nem készültem föl, bár nagyképűen úgy jöttem el, hogy majd én itt a helyi menőként majd megmutatom nekik. Hát valamilyen szinte sikerült, viszont rendkívül nehéz volt. Tehát most kívülről lehet, hogy nem így látszott, de próbáltunk sietni. Voltak apró szösszenetek, amiket lehetett volna finomítani, de aminek nagyon örülök, hogy ilyen közegben tudtunk másodikak lenni. Tehát valójában ez egy nagyon nagy eredmény ezzel az autóval, én úgy gondolom. És az, hogy középen áll a kormány, és nem volt defektünk, és nem lóg semmi az autón, ez meg egy plusz történet, ami szerintem egy szenzáció. János Ákosnak volt olyan itinere még 2017-ből, amelyet csak le kellett porolni. És milyen jó, hogy nem magukat. Ákos a kihagyások után megint megfertőződött a benzingőzzel. Ilyenkor látszik, hiányzik ő, ha nem indul éppen. Jó volt egyébként, tehát tetszett. Azt hittem, hogy hamarabb meg leszek nélküle, de most, hogy megint visszaültem egy kicsit versenyautóval, nyilván érzem, hogy nem. Úgyhogy nem tudom, majd valamit ki kell találni. Lazább talajon közelebb tudtunk kerülni a turbós autókhoz, úgyhogy az nyilván emiatt jobban tetszett, de jó volt, hogy volt ilyen és olyan is. Nekem hegyes volt az első körben egy picit csalódás, de ez azért volt, mert a 2017-ben mentem ott utoljára, azt az itinert csak leporoltam. Nyilván most már másképp megyek, és furcsa volt pár információ, de nekem mindegyik jó. A hegyes az egy nagyon jó minőségű, nagyon gyors pálya, többé picit technikásabb, többet kell improvizálni, de mindegyiket szeretem.